szarvasiak már megszokhatták, hogy a család segítő nélkül nincsen karácsony, nincsen advent, és nincsen egyszerűen adakozás. Most itt az udvaron feltett sátorban állunk éppen, és Marika, arra kérlek, hogy mutasd be most az megújult intézményedet, illetve ehhez kapcsolódóan most ezt a mai rendezvényt. Ahol most vagyunk, az a Családsegítő Gyermekhűti Központ Kossuth út 56 szám alatti megújult régi új épületének az udvara, amin most először ebben az évben felállítottunk egy kicsit nagyobb rendezvénysátrat, mert teljesen felülírta a jelenlegi helyzet az eddigi megszokott ünneplési rendjeinket, mivel az Árpád dísztermében most nem tudunk semmiféle rendezvényt szervezni, így van ezzel most mindenki meg van nehezítve egy kicsit a karácsonyi segélyek és étkezések megszervezése. Ezért gondoltuk azt, hogy ebben a felállított sátorban, betartva a szigorú előírásokat, mi mégis szeretnénk átadni a város lakosainak, ügyfeleinknek és az eddig is megszokott ügyfélkörünknek a karácsonyi ebédjét és ajándékcsomagját. És jövő héten két napon keresztül meghívókat kiküldtünk 300 családnak, és két napon keresztül fél órás váltással 10 főt engedünk be egyszerre a kapun. Ha a kapun bejöttek 10-en, itt a sátorban egy levegős helyen, maszkban, kesztyűben és ahogy kell majd betartva a szabályokat, be tudnak jönni, és ebben a sátorban fogják megkapni a már hagyományos töltött káposztát, az köszöntő ajándékot és mellé azokat a csomagokat, amit a családoknak szántunk, főként az élelmiszerbankon keresztül. Úgy tudom, hogy több szervezettel, szarvasi egyesületekkel, szervezetekkel is kapcsolatban álltok. Igen. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor karácsonykor mindenki össze kell, hogy fogjon össze is szokott. A Család és Gyermekhűti Központ mellett a munkáját is segítő emberöltő alapítvány, mint civil szervezet az, aki ennek még nagy részét kiveszi, de ugyanúgy támogatásokat kapunk magánszemélyektől, egyéb civil szervezetektől ehhez a megvalósításhoz, de ebben az évben ugye kevesebbek a lehetőségeink, mert nagyon sok mindent kötött és zárt most, de remélem, hogy senki nem fogja észrevenni, hogy más, csak a helyszín más, a többi az marad. Milyen terveitek vannak a közeljövőre, illetve mondjuk jönne a februárra vonatkozóan? Én azt szoktam mondani, hogy a karácsony az mindig az adakozás időszaka, ilyenkor mindenki szeret adakozni. Január viszont a szükség időszaka, és február, amikor elmúlnak a nagy karácsonyi adományosztások, lehetőségek, jön a január, jön a február, jön az igazi tél, kiürülnek a kamrák, kiürülnek a kályhák, nincs már aki nagyon adakozzon, mi mindig tartalékolunk erre az időszakra is, és januárban, februárban is, én úgy gondolom, hogy egész január-februárban itt fogjuk hagyni ezt a sátrat, és ahogy az élelmiszerbanktól tudunk beszerezni élelmeket, ahogy tűzifát tudunk beszerezni és azt tudunk osztani, tehát mi ezt a sátrat adományoztó sátorként tavaszig biztos, hogy itt tartjuk, és minden alkalmat megragadunk, hogy segíteni tudjuk a családokat, az időseket, a gyerekeket és mindenkit, akivel mi kapcsolatba állunk. Mert úgy gondolom, hogy ez a tél sem lesz egyszerű, még akkor sem, hogyha nem lesz nagyon hideg, és mi a kollégáinkkal, én magam is ezt vallom, és mindannyian így gondoljuk, hogy ebben a nehéz időszakban, ami most már főleg lelkileg is nagyon nehéz sok mindenkinek, nem ülhetünk le, nem aggódhatunk, nem pánikolhatunk, hanem igenis most kell igazán a tettek mezére lépnünk, természetesen betartva a szabályokat. Ezekben a pillanatokban is zajlik itt a háttérben az adomány mandarinok pakolása, amit az ön alapítványa tulajdonképpen nagy lelkűen osz szét a rászorulóknak. Egy bemutatkozást legyen kedves, illetve az alapítvány munkáját legyen kedves bemutatni. Székely Rend Lovagjai Alapítványnak az alapítója vagyok, és ez egy olyan dolog, amelyik azért alakult, hogy a karitatív munkát egy kicsit közelebb hozzuk az emberekhez, és azért Székely, mert annak idején a mi elvi megalkotónk, az egy Székely születésű illető volt. A jelenlegi kuratórium elnökünk, az is Erdélyben lakik, Erdélyben él, ott van neki birtokai, és mi csináljuk a munkát itt, és ezért tudtuk azt, így, hogy a Székely Rend Lovagjai Alapítvány hozza a rászorulóknak, vagy esetleg az igényt, akik lehet, próbáljuk elszórni az ország összes területén.
Itt, ahogy megérkezett és köszöntötte az intézmény vezető asszonyt, már láthatóan jó barátságban vannak, és vannak közös ismerőseik is. Igen, vannak, mivel hogy az intézmény vezetője is erdélyi gyökerekkel rendelkezik. Én ugyan nem, de nekem a baráti köröm nagyon nagy mértékben ott van, elég sokat tartózkodom Erdélyben, üzletileg is, barátilag is. Tehát ez egy ilyen közös szál, és ilyenkor az emberek lelke rögtön egymásra találnak, szóval mondani. Milyen további terveik, elképzeléseik vannak? Hát további terveink ugyanúgy, nem csak a mandarin, nem csak esetlegesen ez, hanem meg akarjuk mutatni azt, hogy a székelyek, ugyanolyan magyarok, tehát a határon átnyúló, kicsit mozgatni ezt az egész dolgot, hogy igenis, ott is ugyanolyan magyarok élnek, mint itt, ugyanúgy ott is segítünk, mint itt, ugyanígy itt is segítünk, mint ott. Tehát ez egy ilyen hosszú távú gondolkodás, meg hát olyan lovagtársakat gyűjteni, akik mindig tudnak segíteni, ha nem is sokkal, de mondjuk mint egy itt egy negyed tonnányi mandarinnal, vagy esetleg egy pért ruhával, vagy esetleg elektromos ágyakkal, mint most hozott be a Székelyrend 100 darab elektromos kórházi ágyat. Tehát ilyenekkel próbálkozunk, és ezek a tervek, hogy ezt folytatjuk. Városunk alpolgármestere Molnár Etele úr is tiszteletét tette a mai mandarin osztáson. A város minden évben gondoskodik rászorulókról. Az idei évben is a családsegítő megszervezi 15-én és 16-án a Mindenki Karácsonya programot. Szeretnénk úgy időbeosztás szerint a rászorulókat vendégül látni és ellátni azokkal a csomagokkal, amivel minden évben ellátják őket. Most nem az Árpád dísztermében lesz berendezve, hanem itt a megújult családsegítő udvarán, egy sátorba, és fél órás beosztásokkal érkeznek majd a rászoruló családok, és vehetik át a családsegítő dolgozói és kollégái által összeállított csomagot. Azt tudjuk, hogy az ünnep közeletével igen nagy az összefogás, de a nehezebb hónapokban, január-februárban ilyenkor mi fog történni? Január-februárban, hát a járványhelyzetnek megfelelően igyekszünk gondoskodni a rászorulóknak. Tűzifaosztással és egyéb más adományokkal próbálunk rajtuk segíteni. Szeretném megköszönni a lovagrend képviselőjének és a családsegítőnek, hogy ebben az adomány fogadásában és az adományozásban részt vett, és ezt a rászorulóknak minél előbb eljuttatja. Farkas Tamás képviselő úr is tiszteletét tette a mai adományosztáson. Tamás, miért fontos számotokra egy ilyen karitatív tevékenységben részt venni? Mindig is fontos volt jó magam számára is, képviselőtársaim számára is a segítségnyújtásnak azon formája, amelyek olyan hétköznapi dolgokból adódnak, hogy egy felajánlás, mint ahogy a hátunk mögött is látszódik, jó emberektől jövő felajánlások, ezeknek a kiosztása, nekünk ezeknek a felkutatása, megkeresése, akár mi is bármilyen adománnyal hozzájárulhassunk azoknak az embereknek a hétköznapi életéhez és az ő életüknek a jobbá tételéhez, amik itt vannak körülöttünk, adódnak, lehetőségek vannak, és hogy nekik számukra ha csak egy pillanatra egy kicsit fényesebbé tegyük a mindennapjaikat. És ez számunkra belülről jövő olyan belső indítatás, amit nem lehet művileg, kényszerszerűen végrehajtani, és akik ilyenekben részt vesznek, azok biztosan önmaguk számára is egy örömöt okoznak. Tehát lehet azt mondani, hogy egy kicsit önzőek vagyunk, mert saját magunkban is szeretnénk egyfajta ilyen örömet gerjeszteni, de bízunk abban, hogy azért kifelé mindenki azt látja azt a jobbító szándékot, ami igazán mozgat bennünket. Fogadják szeretettel ezt a felajánlást, a lovagrend részéről érkezett gyümölcs. Adni jó, ugye közeledik a karácsony, egy advent időszakában, nagyon szépen megköszönjük a lovagrendnek még egyszer, hogy ezt elhozta városunkba, a családsegítőnek, hogy koordinálta és fogadta ezt az ajándékot, de önök
is fogadják nagyon nagy szeretettel, és fogyasszák egészséggel. Köszönjük szépen! Ezúton köszönjük Szarvasvárosi Képviselőtestülete Babák Mihály polgármester és Dankó Béla országgyűlési képviselő úr nevében is ezt az adományt, amit a Lovagrend mai napon átadott a családsegítő részére, aki koordinálni fogja az advent hetében történő kiosztását.